Határtalan tudomány. A Magyar Nemzeti Bank kiterjeszti a kiválósági ösztöndíj programját a Nyíregyházi Egyetem kihelyezett beregszászi képzésébe. Tudatosság és irányváltás. Habár növekedett a turisztikai ágazat és erősödött a falusi turizmus, nagy problémát jelent, hogy számos nem átgondolt beruházás valósult meg ezen a területen. Indul a tél a magyar közútnál. A vállalatnál a szakemberek beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó munkagépeket, és szigorúan ellenőrizték azokat. A Nyíregyházi Egyetem az országban 10. egyetemként került be a Magyar Nemzeti Bank speciális támogatási rendszerébe. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A program 20 millió forintos anyagi támogatást is jelent, ebből az összegből 30 hallgató 10 hónapon keresztül havi 20 ezer forintban részesül, amelyet tanulmányaira fordíthat. A Magyar Nemzeti Bank kiemelt célja a közgazdasági képzésben résztvevő hallgatók támogatása és a gazdaságtudományi kutatások segítése. A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájában fogalmazza meg a fő céljait. Ezek közül az egyik legfontosabb a közgazdasági képzésben résztvevő hallgatók támogatása, a pénzügyi kultúra fejlesztése és a gazdaságtudományi kutatások elősegítése. Ebbe a támogatási rendszerbe került be a Nyíregyházi Egyetem. Mi anyagilag is támogatjuk az egyetemet természetesen, egy 20 millió forintos támogatási összeggel ebben a tanévben, amely ugye most kezdődött el szeptemberben, és egyéb módokon is, tehát például könyvcsomagokat küldünk az egyetemnek, közös rendezvényeket szervezünk, és azokban az aktivitásokban, amelyeket támogatunk egy támogatási szerződéssel, azokkal részt is kívánunk természetesen szakmailag venni. Ennek a friss kapcsolatnak csütörtökön tartották meg a nyitó konferenciáját, amelyen az MNB két előadást tartott. A gazdaságpolitikai előadás mellett a hallgatók megismerhették a pénzintézet oktatási portfólióját is. Ez azért fontos, mert a közgazdaságtudomány az egyik leggyorsabban változó tudomány. A konferencia során előkészítette az MNB és a Nyíregyházi Egyetem az együttműködésük következő lépését is. A kiválósági ösztöndíj programunkat, amely ugye már 3 éve működik, és amelynek a Nyíregyházi Egyetem szintén 3 éve része, kiterjesztjük a határon túli magyar képzőhelyekre és a magyar egyetemekre is, és ennek keretében megbeszéltük rektorasszonnyal azt, hogy a Nyíregyházi Egyetem beregszászi kihelyezett képzésén Pallas Athénée kiválósági ösztöndíjakat fognak kapni a hallgatók, 2019. februárjától, és ennek az előkészítését már a holnapi nap folyamán meg is kezdjük, annak érdekében, hogy januárban már pályázhassanak a beregszászi hallgatók erre az ösztöndíj programra. A beregszászi intézményben jelenleg 50 fő tanul, közülük a 20 legjobb hallgatót szeretnék támogatni februártól. Az új keretrendszer a Nyíregyházi Egyetem 30 hallgatója számára is kínált speciális ösztöndíjat. A hallgatók az ösztöndíj program keretében 10 hónapon keresztül havi 20 ezer forint támogatásban részesülnek, amely segítheti a tanulmányaik előmenetelét, illetve a tandíj, a költségtérítés összegére is fordíthatják. Ebben az évben már 20 éves az egyetem közgazdász képzése, a beregszászi képzés pedig 18. éve működik. Így külön öröm volt az intézmény vezetői számára, hogy elnyerték az MNB támogatását. Elkezdődött a téli időszámítás a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó munkagépeket, és szigorúan ellenőrizték azokat. A csütörtökön tartó sajtótájékoztatón a közlekedők számára is hasznos tanácsokat adtak. Országosan mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős a Magyar Közút Nonprofit ZRT. November 10-től az enyhe idő ellenére a jogszabályoknak megfelelően téli üzemmódra váltanak. Ez azt jelenti, hogy 93 mérnökségen keresztül több mint 4100 fővel és 1000 munkagéppel 0-24 órás ügyeleti szolgálat mellett állnak rendelkezésre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2265 km úthálózat tartozik az országos közút hálózatból megyei kezelésbe. Ebbe beletartoznak a gyorsforgalmi útszakaszok is, és a nem gyorsforgalmi pályák is. A téli időszakban a 7 mérnökségünk összesen 56 kombinált géppel dolgozik, és személyzetünk azért, hogy minden eszköz
a nap 24 órájában rendelkezésre álljon, és természetesen az informatikai rendszer is működjön. Ezért a személyzetünk 259 fő. Ők biztosítják, hogy a járművek az úthálózat síkosságmentesítését és a hóeltakarítást meg tudják oldani. Ehhez 8300 tonna útszóró só is rendelkezésre áll. Az útkezelő azonban nem tudja önmagában a téli közlekedést biztosítani, ehhez a közlekedők partnerségére is szükség van. Ezért javasoljuk, hogy a téli időszakban elsősorban a rendkívüli helyzetekben vegyék figyelembe azt, hogy a alkalmanként bizony várakozni is kell a veszélyes helyeken, éppen ezért fontos konkrétan és előre gondolják végig, hogy szükséges elindulniuk arra az útra. A járművet teletankolva indítsák el, tehát mindig tele legyen az üzemanyagtartály. Legyen a járművezetőknél és az utasoknál meleg takaró, megfelelő meleg ital és szükség esetén étel is. Mentéshez szükség lehet egy kisebb hólapát, vontatókötél és jégkaparó is. A szakemberek kiemelték, ha a közút járműveivel találkoznak az autósok, ne akadályozzák a tevékenységüket és ne előzzék meg a villogójelzést használó narancssárga gépjárműveket. Habár növekedett a turisztikai ágazat és erősödött a falusi turizmus, nagy problémát jelent, hogy számos nem tudatos beruházás valósult meg ezen a területen, mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Hanusz Árpád. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falusi turizmus egyesület elnöke azt is kiemelte, a turisztikai marketingben és a megyei rendezvények szervezésében is nagy irányváltásra lenne szükség, hogy több turista számára legyen vonzó egy-egy település. A tavalyi és az idei időjárás is nagyban kedvezett a turizmusnak, ennek is köszönhető, hogy országosan nőtt a vendégforgalom és bővült az ágazat. Bár Budapest még mindig vezető szerepet tölt be, a vidék is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a turisták körében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falusi turizmus egyesület elnöke 35 perc című műsorunkban elmondta, bár számos vidéki településen jelentős turisztikai beruházásokat hajtottak végre, a nagy problémát az jelenti, hogy ezek nagy része nem volt tudatosan átgondolva. Hanusz Árpád kiemelte, az országban közel 1500 új falusi vendégház épült a közelmúltban, azonban ezek földrajzi elosztása nem arányos, és építésükkor nem mérték fel a turisták igényeit sem. Ez 99%-ban 4 napra forgós. Ez körülbelül a 4 csillagos szállodának felel meg, aminek persze magasabb az ára is. Falusi turizmus azért működött nagyon jól, mert nagyon olcsó meglévő infrastruktúrát hasznosított. Ezek pedig ma már nem meglévők, hanem kacsalábon forgó vidéki szálláshelyek, amelyek egyik-másik, akár panziónasságú is már. Nincs ezzel semmi baj, mert ahol van turisztikai attrakció, ahol van vonzerő, ott erre szükség van. De ott, ahol mondjuk évente 10-12 vendég fordul meg, ott azért ez egy pocsékolás, egy fölösleges beruházás volt. Hanusz Árpád azt is elmondta, az is nagy problémát jelent, hogy amíg számos hasonló, nagyobb színvonalú vendégház épült, addig egy-egy településen az elvándorlásnak köszönhetően egyúttal több ház is elhagyatotta, romossá vált, ami nagyban rontja a falvak turisztikai vonzerejét. Hanusz Árpád szerint ez azért is okoz nehézséget, mert a fiatalok nagy része amúgy is kevéssé ismeri a kisebb falvakat. Hozzátette, ennek érdekében fontos lenne a turisztikai marketingben is egy irányváltás. A jövő turistáját, az okos turistát, azt most kellene megragadni. És hát nem a hagyományos kiadványokkal, hanem azokkal a telefonapplikációkkal, amit a mai fiatal óvatatlanul használ. Ma már azt mondom, hogy egy ember, egy fiatal, egy egyetemi, egy főiskolai hallgató körülbelül annyit tud, amennyi az okos telefonjában van. Ha nincs benne, akkor azt mondja, hogy az őt nem is érdekli. Na most erre kellene ráépülnünk, hogyha ezeket az információkat igenis el tudom juttatni a fiatalhoz, és fel tudom az érdeklődését kelteni azzal, hogy a valóságban is nézze meg. Hanusz Árpád elmondta, a megyében korábban a gasztroturizmusra próbáltak építeni a települések, azonban szerinte ezen a területen végül igazán nagy sikert a régió nem tudott elérni, mert nem sikerült egy igazán nagyszabású rendezvényt kiemelni, és túltelítődött a piac is a hasonló, gyakran egy időpontra is eső és kevésbé ismert rendezvényekkel, melyek már nem nevezhetők igazán turisztikai vonzerőnek. Hanusz Árpád kiemelte, azért lenne fontos a turisztika fejlesztése,
mert az gazdaságilag is növelni a települések erejét és az ott élők életszínvonalát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ár- és belvízvédelmi rendszerei megfelelően működnek, a folyóvizeinken nincs vízbiztonságot veszélyeztető hiányosság. Többek között erről számoltak be a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság konferenciáján. Az őszi felülvizsgálat 2 hónapon keresztül tartott, amelyen a megye összes védelmi rendszerét ellenőrizték, beleértve az informatikai rendszereket és a beosztott szakembereket is. Ezek a drónos felvételek még nyáron készültek. Éppen a Tisza-Tivadar fölötti szakaszán alakítottak ki árvízvédelmi töltéseket. Ezeken a képeken pedig egy komplex beruházás műtárgyai látszanak, melyek a vízügyi igazgatóság ár- és belvízvédelmi, valamint vízmegtartási és vízgazdálkodási rendszerének szerves részét képezik. Az évente esedékes őszi felülvizsgálat során a megye összes védelmi létesítményét ellenőrizték. Teljes körön ellenőriztük a védelmi rendszer állapotát, fenntartottságát, sehol nem találtunk védbiztonságot veszélyeztető hiányosságot, kiváló karbantartott állapotokat találtunk mindenütt, működnek a szivattyútelepeink, zsilipek, vízkormányzó műtárgyak, működik a távjelző és hírközlő rendszer, informatikai rendszer, rendben vannak a védelmi tervek, nyilvántartások, és természetesen értékeltük a személyzet, a beosztott állomány felkészültségét is. Minden területi dolgozónk írásban és szóban beszámolt a bizottság előtt, azt állapítottuk meg, hogy kiválóan felkészültek és lelkismeretes összehangolt munkát végeztek az elmúlt időszakban. Az állapot felmérés 2 hónapig tartott, mely alatt mintegy 50 szakember ellenőrizte az összes védelmi szakasz összes létesítményét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke szerint a térségünk ár- és belvíz szempontjából is különösen veszélyeztetett, ezért kiemelten fontos a feti vízig megfelelő felkészültsége. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy nagyon kitett megye árvízvédelmi szempontjából, sőt belvíz szempontjából is, és azért ezek a létesítmények ezek mind a két területen nagyon fontosak, hogy mindig olyan minőségben és olyan működőképes állapotban legyenek, amely különböző vészhelyzeteknél rögtön bevethetőek tudjanak lenni. Ráadásul ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye még egy olyan kihívással is meg kell, hogy küzdjön, hiszen egy határmenti megye, és ugye a határon túl, akár Ukrajna, akár Románia felől szintén veszély leselkedik ránk, főleg olyan időszakokban, amikor ugye nagy esők vannak, hiszen hegyekkel körülvett megye vagyunk, és itt is nagyon fontos az, hogy valóban akkor azok az árvízvédelmi létesítmények azok megfelelő állapotban legyenek, hogyha valamilyen vészhelyzet kialakul. A Felső-Tisza vidékén több olyan komplex beruházás is folyamatban van, melyek a többletvizek védelme mellett a vízhiány megoldásában is segítséget nyújtanak majd a jövőben. Először tesz látogatást Nyíregyházán Rajabi Yazdi Gholam Ali, aki 2016 óta az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete. A nagykövet látogatásának elsődleges célja, hogy találkozzon Kovács Ferenc polgármesterrel, mint a Magyar Röplabda Szövetség elnökével, illetve egyben megismerje a lehetőségeket a két ország közötti kulturális, oktatási és gazdasági kapcsolatok kialakítását illetően. A nagykövet 2 napos itt tartózkodása során ellátogat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarába, valamint a József András Múzeumba, ahol megtekinti a Munkácsi 50 kiállítást. A kormány fejezze be a magyarság megosztását határon innen és túl, szólította fel Molnár Zsolt a Fidesz-KDNP-t nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP-s országgyűlési képviselő a jövő tavaszi európai parlamenti választásokkal és a határon túli magyarokkal kapcsolatban kiemelte, átlátható pályázatokkal és szavak helyett valódi támogatásokkal kellene segíteni a magyarok szülőföldön maradását. Na, a politikus szerint szükség lenne a választási rendszer reformjára is, hogy többek között a határon túliak ne csak pártlistára szavazhassanak, hanem saját képviselettel rendelkezhessenek. Molnár Zsolt azt is hangsúlyozta, támogatják a déli határzárat és elutasítják a betelepítési kvótát, de az Európai Unióra partnerként tekintenek, mert csak az unión belül lehetséges a történelmi sebek begyógyítása és a magyarság határokon átnyúló egyesítése. Talán a legfontosabb szempont, hogy merre tart tovább Európa,
abban az irányba, hogy egy egységes belső határok nélküli Európa lesz a közös jövőnk, ahol egyébként a magyarság újra egyesülni tud, hiszen a belső határok nélküli Európa az azt jelenti, hogy nemzeti honfitársaink, akik más országokban rekedtek Trianon traumáját követően, velük a kapcsolattartás, az együttműködés könnyebbé válik, vagy egy széttagolt nemzetállamok vitájára épülő Európa lesz a jövőnk, amely elfogadhatatlan. Ezért fontos, hogy az Európa pártik köztük a Magyar Szocialista Párt Párbeszéd közös listáját támogassák, és ne azokat a pártokét, akik konfliktusban állnak az Európai Unióval. Na, ha mondom, hogy a nemzeti szuverenitás számunkra is fontos, egy egységes, erős Európában egy szuverén Magyarország teljesen összeférhető értékrend alapján tud működni. A Nyíregyházi Egyetem és a József András Múzeum közös szervezésében tudományos konferencia kezdődik november 13-án. A kétnapos esemény a Drogok térben és időben, rejtett univerzumok, belső valóságok címet kapta. Az ingyenes rendezvényen az egyetem oktatói mellett orvosok, pszichiáterek és jogászok tartanak majd előadásokat. Egy évvel ezelőtt hivatalosan is aláírta az együttműködési szerződést a Nyíregyházi Egyetem és a József András Múzeum. Ennek keretében már másodszor szerveznek közös konferenciát. A két intézmény közti szerződésnek nincs záró határideje, folyamatos az együttműködés. Hivatalossá is tettük ezt a kapcsolatot, amellett, hogy ez régóta él a múzeum és az egyetem között, tehát erről van egy kölcsönös együttműködési megállapodásunk. Amióta ez a megállapodás van, azóta még élénkebb ez a kapcsolat, de a lényeg az, hogy a múzeumnak az interdisziplinaritásából adódóan az egyetem próbálja ezt kihasználni, hogy bennünket akár régészet, történeti, néprajzi, irodalom történeti vonatkozásban meg lehet szólítani. Ennek keretében most egy érzékeny témáról tartanak konferenciát, ez pedig a drog. A konferencia célja, hogy más perspektívába helyezze az emberek szemében a drog létezését, hiszen ennek rituális funkciói is voltak. Erről bölcsészek, orvosok, pszichiáterek és jogászok is tartanak majd előadást. Egyszerre fókuszál a jelenre és a múltra, hiszen az előadók egy része a jelenkori droghasználat orvostudományi, jogi, rendészeti problémáiról, illetve kihívásairól fog beszélni, de nem szabad eközben elfelejteni, hogy megvan a drog használatnak is a maga több ezer éves kultúrtörténete, és az előadások egy jelentős része, ezzel a Nyíregyházi Egyetem előadóinak a jóval távol ezt a több ezer éves kultúrtörténetet fogja áttekinteni a sámán drogoktól kezdve a dél-amerikai, illetve latin-amerikai indián kultúráknak a droghasználathoz való viszonyán, át ugye a boszorkány hiedelmek, boszorkány képzetek között megjelenő drog élmények, drog által kiváltott élmények is megjelennek, illetve említésre kerülnek az egyes előadásokban. A Drogok térben és időben, rejtett univerzumok, belső valóságok című tudományos konferencia bárki számára ingyenes november 13-án és 14-én a József András Múzeumban. Sorrendben negyedik hazai bajnoki meccsét játssza a hétvégén a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 14. fordulójában az Újpestet fogadja Dajka László együttese. A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. 13 mérkőzés, 9 szerzett pont. Ez a Kisvárda eddigi mérlege, amellyel a csapat a 10. helyet foglalja el a 12 együttes számláló tabellán. A 9. Puskás Akadémia 5 ponttal többet, a már kieső helyen lévő Diósgyőr pedig 3 ponttal kevesebbe szerzett Dajka László együttesénél. A pontokra tehát szükségük van a várdaiaknak, akik a legutóbbi 5 meccsen mindössze egy döntetlent értek el. A szombati ellenfél Újpest a legutóbbi fordulóban a haladást verte 2-0, míg a Kisvárda hazai pályán kapott ki 3-0 a Honvédtól. A 20-szoros bajnok, legutóbb bronzérmes és kupagyőztes fővárosiak mindössze 9 gólt kaptak, ami a második legkevesebb a mezőnyben. A 12 szerzett gól megegyezik a várdai gólok számával, viszont azok 10 ponttal többet hoztak az Újpest számára. A budapestiek trénere, Nebojša Vinjević, az NB1 legrégebben hivatalban lévő vezetőedzője, a szerb szakember 2013 ősze óta irányítja Lilákat. A két csapat első találkozóját az Újpest nyerte 1-0. A szombaton 17 órakor kezdődő találkozónak Kisvárda mestere nem számíthat a Honvéd ellen válsérülést szenvedő Gosztonyi Andrásra. A forduló további párosítása a következő: Diósgyőr Debrecen, MTK Budapest, Puskás Akadémia, Paks, Budapest Honvéd,
Honvéd, Szombathely, Ferencváros és Mezőkövesd, Molvidi FC. Pénteken ismét pályára lép a Sunshine Nyikse. Az MB2 keleti csoportjában szereplő nyíregyházi kosarasok az ötödik fordulóban a Békés Csabai KK csapatát fogadják. A mérkőzés 19 órakor kezdődik a Bánki tornacsarnokában. Bár már az ötödik fordulót rendezik a 12 csapatos keleti csoportban, a nyíregyháziak még csak második bajnoki meccsükre készülnek. Kovács Tibor együttese a harmadik körben kapcsolódott be a bajnokságba, első fellépésükön a Gyulát verték 93-54 asztalosék. A keret egyébként jelentősen változott az elmúlt szezonhoz képest, néhány rutinos játékos mellett fiatalokra építenek az alapszakasz tavalyi ezüstérmesénél. Örülünk annak, hogy a megyében ilyen szintű kosárlabda csapat is működik, és azok a játékosok, akik nem kerülhetnek az NB1-B közelébe, tehetségüknél, alkatuknál, elfoglaltságoknál fogva, a kosárlabda sportágban tudnak ténykedni. Ez működik, én úgy gondolom, hogy elég nagyot léptünk előre az elmúlt 4 évben, fiatal csapattal kezdtük, fokozatosan erősödtünk, a tavaly előtti harmadik hely, a tavalyi második hely azért gondolom bizonyítja azt, hogy minőségben nagyot ugrottunk. Most egy kicsit el kell viselnünk azt is, hogy több játékosunk a tavalyi mezőnyből eltávozott a csapattól, munkahelyi, tanulmányi elfoglaltságok miatt, továbbtanulás miatt most új csapatot kell építenünk, és ennek nagyon örülünk olyan formában, hogy a csapatunk 70%-át 20 év alattiak, nagyrészt 18 év, illetve alattiak alkotják. Nekik még tanulni kell ezt a légkört, de én azt gondolom a megye szempontjából és egy közös együttműködéssel az NB1-B-s csapattal reményeink szerint ez csak előre fogja vinni a kosárlabdát. A Békés Csaba 2 győzelemmel és 1 vereséggel áll a tabellán. Kovács Tibor szerint a hazaiak a mérkőzés esélyesei. Szerintelenség nélkül mondhatom, hogy egyértelműen mi vagyunk a favoritok, de már nem olyan tekintetben, mint mondjuk az elmúlt évben, amikor sokkal erőteljesebb, masszívabb volt a csapatunk. Bízunk benne, hogy ezt a mérkőzést tudjuk hozni. Minden győztes mérkőzés sokat jelent. Kis célokat tűztünk ki magunk előtt, nem olyan merész terveket, mint tavaly, de én azt gondolom, hogy ott a mezőny elején szeretnénk végezni, akkor ezek a győzelmek is kellenek. A Sunshine Nyikse Békés Csabai KK mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki tornacsarnokában. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A Nyíregyházi Egyetem az országban 10. egyetemként került be a Magyar Nemzeti Bank speciális támogatási rendszerébe. A program 20 millió forintos anyagi támogatást is jelent. Ebből az összegből 30 hallgató 10 hónapon keresztül havi 20 000 forintban részesül, amelyet tanulmányaira fordíthat. A Magyar Nemzeti Bank kiemelt célja a közgazdasági képzésben részvevő hallgatók támogatása és a gazdaságtudományi kutatások segítése. Habár növekedett a turisztikai ágazat és erősödött a falusi turizmus, nagy problémát jelent, hogy számos nem tudatos beruházás valósult meg ezen a területen, mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Hanusz Árpád. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falusi turizmus egyesületének elnöke azt is kiemelte, a turisztikai marketingben és a megyei rendezvények szervezésében is nagy irányváltásra lenne szükség, hogy több turista számára legyen vonzó egy-egy település. Elkezdődött a téli időszámítás a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó munkagépeket, és szigorúan ellenőrizték azokat. A csütörtökön tartó sajtótájékoztatón a közlekedők számára is hasznos tanácsokat adtak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 8-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Egy munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk. Döntően anticiklon alakítja időjárásunkat, ami távol tartja a légköri frontokat a Kárpát-medencétől.
Reggelente már egyre több felé számíthatunk pára, illetve kötfoltokra, amelyek jó részt feloszlanak a délelőtt folyamán. Az előttünk álló éjszaka többnyire derült idő várható. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Néha gyenge szitálás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel. A köd fokozatosan mindenütt megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Lényegi fordulat nem lesz időjárásunkban a következő napokban sem. Folytatódik a száraz, eseménytelen őszi idő. Az éjszakai órákban többfelé előfordulhatnak pára, illetve kötfoltok is, melyek a nap folyamán néhol igen lassan oszlanak csak fel, ám a feloszlásokat követően napos, fátyol felhős idő várható.